1945. április 25-én az amerikai és a szovjet csapatok találkoztak az Elbánál. Április 30-án a Berlint ostromló szovjet erők elfoglalták a Reichstagot. Adolf Hitler öngyilkos lett. Május 8-án a harmadik birodalom kapitulált, a német haderő feltétel nélkül letette a fegyvert. Winston Churchill május 8-án 15 órakor bejelentette a német kapitulációt. A BBC által közvetített beszédet a Downing Street 10-ben a miniszterelnöki hivatalban mondta el, ahol elődje, Neville Chamberlain 1939. szeptember 3-án bejelentette, hogy Nagy-Britannia háborúba lépett Németország ellen. Május 8-a azóta a győzelem napja Európában. Mi alulírottak a német véderő főparancsnokság nevében ezennel kijelentjük, hogy az összes ez idő szerint német parancsnokság alatt álló szárazföldi, tengeri és légierők feltétel nélkül kapitulálnak a szövetséges expedíciós erők főparancsnoka és egyidejűleg a Vörös Hadsereg főparancsnoksága előtt. A német véderő főparancsnokság haladéktalanul kiadja a parancsot az összes német katonai, haditengerészeti és légügyi hatóságoknak, valamint az összes német ellenőrzés alatt álló fegyveres erőknek, hogy 1945. május 8-án, közép-európai idő szerint 23 óra 1 perckor szüntessenek be minden aktív katonai műveletet, maradjanak az ebben az időpontban elfoglalt állásaikban, és teljesen fegyverezzék le magukat, átadva fegyvereiket és felszerelésüket a helyi szövetséges parancsnokoknak, vagy a szövetséges főparancsnokságok által kijelölt tiszteknek. Feküdj le! Ez a város ravatal most. Az ifjúság pihene romokon. Ezer házból rakták-e katafalkot, a kék szalont már felverte a gyom. Egy templom és egy lóteteme ásít, egy férfi könnyű gyermektestnek ásít olcsó sírt, s vénnő dúdolgat, rekett. A szél üres szobákban sepreget. Buda ostroma, nem tudom, hogy meddig tartott 1686-ban vagy 1849-ben, de 1944-45-ben nekünk hosszú volt a pasarétem. Karácsony estéjétől február közepéig vesztek zár alatt, villany, gáz, telefon, s ami a legrosszabb, víz nélkül, s persze ékoppon mégiscsak túléltük. A hidaink mind a Dunában, még a Lánchidat sem tudta megmenteni valaki. Éjjel-nappal hallottuk az ágyúszót, bombázást, elképzeltük, hogy mekkora lehet a pusztítás. De amit aztán később az ember a szemével látott, azt nem tudta előre elképzelni. Házsorok, terek, utcák tűntek el, város helyett hóba, sárba, földbe taposott romok, hullák, dögök, roncsok mindenütt. Mindenkinek az volt az első és legtermészetesebb gondolata, hogy hagyjuk itt azon mód ezt az egészet, és építsünk valahol másút lejjebb vagy feljebb a Dunán egy város alapításra alkalmasabb helyen, ahol például a hidak nem futnak neki meredek hegyoldalaknak, egy új fővárost.